Az a generátor? Tesókám, enni lehetne róla! ...2022 a hangtalan elektromos és hibrid autók. A LED lámpák, körbekamerák és az önvezető technikák kora, de... Menjünk vissza abba az időbe, amikor a fényforrás még halogén, a visszapillantó még nem kamera, hanem tükör volt, a garázsba belépve nem a töltőkábelt húztad ki, hanem benzinszagot éreztél. Na ez a V8, akkor készült! Igazából ez nem ilyen retro videó ám, hogy visszasírjuk a múltat, csak meg akartam mutatni, hogy mi a különbség kit és egy teljesen gyári, átalakításmentes trendszem között. Gondoltam, talán drámaibb lesz az egész, hogyha így kezdem, de... mindegy. Egy átalakításmentes, teljesen gyári, 1989-es Pontiac Firebird Transam GTA, 28 ezer mérföld van benne. És a GTA... Nem jó, ez a kurva botba. A transzemek közül is a GTA, mint például ez, volt a legfelszereltebb modell, és ehhez lehetett a legtöbb opciót kérni. Természetesen az, hogy a legjobban felszerelt, azt azért a 80-as évek szintjéhez kell mérni. Ezekben nem voltak még hűtőszekrények, meg kristálypoharak. Hiába is lettek volna. Igény sem volt rá. A legerősebb biztosan ez volt, 235 lovat tudott az 5.7-es V8-as motorja. De jó illat van benne. Az igazi régi 80-as évek bőrszag. Egy ilyen autóban ne keresünk világítós tetőkárpitot, vagy akár egy pohártartót. Viszont találhatunk benne, ahogy egyébként az enyémben is, elektromos csomagtérajtónyitást. Mondjuk, ha már hasonlítgatunk, akkor megemlíteném, hogy 89-ben a GTA-kon már rajta voltak ezek, itt az alján végigfutó műanyag, ilyen hát spoiler-szerű toldatok, és ezekről azt kell tudni, hogy mi itt replika építők, nem annyira szeretjük őket, ugyanis ha kitet akarsz, akkor ezeket le kell szerelni. És mivel van felfogatva? Szegeccsel. Vagyis ha azt akarod, hogy ez eltűnjön innen, és az autó alja szép sima legyen, akkor kisapám, lefekszel az autó alá, és egy másfél-két hétig furkálod a szegecseket. Ami biztosan elsőre feltűnik különbség... Basszus. Az az eleje, vagyis az orra, az első lökhárító. Nézzétek meg, hogy az eredeti gyári transzemnek mennyivel rövidebb és mennyivel tompább az első lököse vagy az orra, és mennyivel csúcsosabb, mennyivel jobban előre jön a kitféle orr. A lámpák indexek ugyanazok, mint az enyém. 82-83-ban ez a púp, ez kimondottan a transzemek sajátossága volt. 89-ben viszont már nem használták. Van oldalsó légbeömlő, meg vannak ilyen első légbeömlők. Hát nem tudom, szerintem a púp szebb volt. Ez a T-betű alakú váltógomb, hát ez nem a szívem csücske. Az enyémben is ilyen volt gyárilag, de kitnek is kör alakú volt, meg nekem azért az jobban is tetszik, úgyhogy azonnal kicseréltem. És ha megnézed, kicsit be van így fordítva a vezető felé. Hát fogása nem rossz amúgy. Az ülések ebben ilyen magyarószínű, hát már nem bézs, inkább barna bőr. Ezzel szemben az enyémben ez a nagyon finom plüss anyaggal bevont, 82-83-ban használt PMD ülések vannak. Ilyen plüss, nagyon puha, nagyon kényelmes. Bézs, már majdnem vajszínű, tehát nagyon messze van attól a magyarótól, ami az újabb trendszemben van. Ezt hívták úgy 89-ben, hogy multikormány. Egy teljes Commodore 64-es billentyűzetet foglal magába, hát szerintem a figyelmet eltereli a vezetésről, szépnek nem mondanám, nekem az enyém itt is jobban tetszik. Egyébként olyan furcsa, hogy nem digitális kijelzőket, meg ledeket látok magam előtt, hanem mutató sóra. A pókhálós felni az már régen is a transzem sajátossága volt. Viszont 82-83-ban a transzemeket csak ezzel a felnivel és ezzel az úgynevezett bowling ball disztárcsával szerelték. A 28 ezer mérföldes futás teljesítményt igazolandó, akarok mutatni valamit itt lent, de
Jaj, ne sajnáld már, hát feküdj ima alá te is! Nézzük az erőforrásokat! Itt látható egy 28 ezer mérföldes, 5-7 V8, TPI motor, teljesen gyári, a TPI annyit jelent, hogy hengerenkénti befecskendezés, 235 lovas, és hát most mit mondjak, hát ha akarnék, sem tudnék belekötni, de egyáltalán nem akarok, hát nézzetek rá, tehát ez szívfájdítóan szép állapot, hát ez a cső, rajta van a gyári matrica, amíg a számok, minden, hát tehát aminek feketének kell lenni, az fekete, a csöveken ott van minden szám, a gumicsövön a szám, a motorolajnak a fehér tartály, az enyém a kezdetektől fogva sárga, a klímakompresszoron, ott a gyári címke, minden, ahogy kell, itt matrica, hát az a generátor, tesókám, enni lehetne róla, hagyjuk, ne komolyan, ne fájdítsuk már a szívemet. Ehhez képest itt van az enyém, a kis csumpi 5.0 V8-am, ami nem is tiszta, nekem is van klímakompresszorom, meg rajta matrica, de mondjuk figyelj, nekem is látszik felirat a csövön, annyira nem gáz, de nézd, az én tartályom az full sárga. Nekem ezek a cuccok azért ezüstök, mert csiszoltam őket két napig, az én generátoromnak, hát ennek csak a belseje új, kívül nem olyan szép, ez az enyém, én ezért dolgoztam, én ezt szeretem. Nem is akarok jobbat, persze szép az a másik, de nekem jó ez. Hát ezt majdnem elfelejtettem, hát a hangok! Persze, aztán majd megkapom, hogy csak dumálsz a hangjukat, meg nem mutatod meg. Ó, tessék! És a másik... Na, most akkor őszintén tessék megmondani, kinek melyik tetszik? I give anything you want, baby.